vannak itt. Tessék benyomodni, mit a rendben lesz. Miféle költöztető? Hogy a költöztető? Göttinger Páltól kapott lehetőséget Cikszai Rémusz egy bő 30 évvel ezelőtti történet feldolgozására. A Dragomán György által írt színdarab első néhány oldalának elolvasása után a rendező örömmel fogadta el a felkérést. Szerinte ugyanis kevesen tudnak ilyen drámát írni, 10-15 évente egyszer születhet hasonló darab. Ez egy kivételes, én nagyon örülök, hogy találkoztam vele, és annak is örülök, hogy nincs nagyon sok előzménye. Ugye ezt Kolozsvára mutatták be, ott volt az ős bemutatója, és Magyarországon pedig Máté Gábor rendezte meg egy főiskolás végzős osztálynak az Ódri színpadon, úgyhogy nem is vindikálnám el tőlük a jogot, tehát ők az ős bemutatósok, mert az is egy színházi előadás volt az Ódri színpadon, de hogy kőszínházban Magyarországon ez az első alkalom, és én ennek nagyon örülök, hogy közön van hozzá. Beres ezredest, a román titkos rendőrség gonosz helyi mindenhatóját Kaszás Gergő alakítja. A színész többször járt már a Vidor Fesztiválon, így a Móricz Zsigmond Színház sem ismeretlen a számára, bár a társulattal ilyen formában most először dolgozik együtt. Külön öröm számára, hogy az első alakítása a Kalucsnyihoz kötődik. Ez egy színdarabnak íródott, amit én nem is tudtam, hogy Gyuri írt színdarabot is. Én csak eddig novelláit olvastam, és prózáit csak. Én azt gondolom, hogy nagyon érett drámaíró. Ez nagyon élő és erős helyzeteket ír. Azt gondolom, hogy 20-30-40-50-100 év múlva is ez a darab, ez létező darab lesz, és játszani fogják. A darabot március 2-ától láthatja a közönség a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán.